tanárként Bíró Tamás alapfokú művészeti iskolánk részfúvós tanárának trombita szólóját hallották. E fantasztikus imával szeretettel köszöntjük Önöket a Mezőverényi Általános Iskola alapfokú művészeti iskola és kollégium hagyományos karácsonyváró ünnepségét. Külön tisztelettel köszöntöm városunk vezetőségét, a képviselőtestület megjelent tagjait, társintézményeink vezetőségét, intézményünk vezetőségét, a testület tagjait, minden kedves vendégünket. Pár nap és újra itt van karácsony szent ünnepe. A kis Jézus születésének napjára igyekszik mindenki lelkileg is felkészülni. Ahogy egyre több gyertyaink az adventi koszorún, úgy nő szívünkben a vágyakozás az igaz szeretet megízlelésére. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadták meghívásunkat, s velünk ünnepelnek ezen a mai délutánon az advent, a várakozás időszakában. Az ünnepi hangulatról tanítványaink, pedagógusaink fognak gondoskodni, akik hetek óta nagy-nagy izgalommal készítették e verses, énekes, zenés ajándékkosarat, Kálnai Adél gondolataival egyetértve, tudván, hogy sokkal értékesebb a magad alkotta ajándék. Ami készíted, mindig arra gondolsz, aki élesz. Nem egy pillanat, csak amíg megveszed, hanem hosszú órák, esték, amíg elkészül. Ez alatt beépül az ajándékba a szeretet is. A mi műsorunk is így készült. Ez a csokor, amit ma átnyújtunk Önöknek, iskolán tanulóinak, tanári karának karácsony ajándéka. Fogadják olyan szeretettel, ahogyan ők adják. Bízom benne, hogy az előadás végéig együtt marad a közönség. Megkérek mindenkit, hogy türelmesen hallgassák műsorunkat, a telefonokat kikapcsolva. A nézőtérre ételt-italt nem lehet behozni, ezzel is ügyelünk a szépen felújított színházterem tisztaságára. Minden kedves vendégünknek kellemes délutánt, jó szórakozást kívánunk! Kezdésként Fejes Antal tanítványaival lép színpadra. A cselló tanszak műsorában hallgassuk meg Moduló Júlia, Szabó Brenda, Forró Bence, Varga Áron és Baliga Márk előadásában a régi német tánc, a tréfás dal, Kérje, kérje, végül a Kis Jézus Aranya című darabokat. Zongorán kísér Fejesné Pálfi Zsuzsa, aki a műsorunk alatt Hamzalenke közreműködésével biztosítja tanulóinknak, pedagógusainknak a zongora kísérletet. Majd egy zongoradarab következik, Ránki Kapuvári Verbunkja. Kiska Gábor felkészítő tanárával, Fejesné Pálfi Zsuzsával adja majd elő. Thank you.
tiszta örömtűzjáték, a szemeket a harangjáték szól. Éjféli üzenet, kis Jézuska született. Thank you.
Bye.
Jó estét, jó estét, ég s föld fia, te vagy a Jézuska, ő Mária, bátyád aranyos napsugara, húgocskád ezüstös bolsugara. Csicsi a baba, ne sírj Máriánál, van vacsora. Tejet iszik az Isten fia, édes tejet iszik Isten fia. Falu végén van egy házi kocska, falu végén van egy házi kocska.
megtiszteltét ünnepi műsorunkat. Köszönöm kedves kollégáimnak, gyerekeknek, felkészítőknek, segítőknek, támogatóknak, hogy ez a mai délután ilyen színvonalasan létrejöhetett. Köszönöm az Orvai Bertis Csoma Kulturális Központnak, hogy a helyet biztosította számunkra. Nem soká itt a karácsony, a várakozás idejét éljük. Én ebből az alkalomból kívánok Önöknek áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és azt kívánom, hogy Marlowe Morgan gondolatai valósuljanak meg a fenyőfa alatt karácsony estéjén. Azt kívánom, hogy olyan ajándékot kapjanak, ahogy ő fogalmaz. Ajándék az, ha olyat adsz, amit akar valaki, nem olyat, amiről te gondolod úgy, hogy adnod kell, vagy amit kötelezőnek érzel. Az az ajándék, amit akar valaki, te pedig képes vagy adni. De nem csak ennyi. A te élményed befejeződik az adással, a másik ember élménye viszont az elfogadással kezdődik. Ha bármi nem jön érzelmi kapcsolatban állsz azzal, amit adtál, ha feltételhez kötött, akkor az nem igazi ajándék. Az ajándék azé, aki kapja, és ő azt teheti vele, amit akar. Bízom benne, hogy ez a ma délután is így sikerül. További szép estét kívánok valamennyi jönni, és még egyszer köszönöm mindenkinek a mai délutánt.